Mikor szegezte ki tételeit Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára? 1483. 1517. 1542. 1546. Erre nekem van egy nagyon jó módszerem. Ez pedig a számmisztika. Pontosan. Azt fogom csinálni, mivel nem tudom. Igen. A helyes választ. Összeadom a számokat. Ez a legegyszerű. Az 13, az 16. Várjon. És aztán mit csinál még mielőtt a végére? Majd azt elmondom. Bocsánat. 16. 16 az első. A második az 6, 7, az 14. 6, 10, 12. 6, 10, 16. Ajjaj. És közte van a 14. Ez nem lehet véletlen. Hát ez nem. Az nem véletlen. 14 éves korom óta foglalkozom asztrológiával. Gratulálok. Messzire jutott. Magának a 14 a szerencse száma? Igen. Mert 14 éves kora óta... 14 éves korom óta foglalkozom ezzel, és... És ha egy évvel később kapja a kezébe a könyveket, akkor a 15 lenne a szerencse száma. Igen. És akkor a Luther hiába szögezi ki a vitelt. Luther mindegy. Az mindegy. Mindegy. Maga nem luteránus, látom. A hét többszöröse. A 14 és a 7-es szám az asztrológiában, meg ezekben nagyon, nagyon, nagyon ott van. Hány éves, kedves Mónika? 29. Ebben nem kell keresni semmit. Mibe kell keresni, azt majd maga megmondja. Azt én megmondom, hogy a B-t jelölöm meg. Mert az 14. Mert az 14. De hát megjelöljük a B-t. Megjelöljük a B-t, 1517. Mert annak az összege. Az összege 14. Megjelöljük a B-t. Mert annak az összege... 14. Tudja, hol van Wittenberg? Nem. Tudja, mi ez a tételek? Nem. Nem tudja, mi kezdődött akkor? Nem. Tudja, ki az a Luther Márton? Nem. Akkor tessék. Megőrülök. Tényleg megőrülök. István? Azt hittem, hogy mikrofon. Azt hittem. Na jó, elég. Nyertettem.